Mikrotik shorts. Tippek, trükkök, praktikák tőlünk nektek. Hétről hétre új tartalommal tartsatok velünk. Új új problémák. Új wifi, új. Meglepő, mert hogy? Mikor is láttunk ilyen fölrobbantott wifi csomagos őrületet a Mikrotiknél utoljára? Na, a hát Router OS 6 elején volt, amikor a Capsment meg a Capsman 2-t bevezették, kivezették, ugye kellett külön wifi driver a Capsman miatt, aztán abból lett egy második verzió, nem volt kompatibilis az elsővel. Tehát, hát, volt meg az, ominózus repeater csomag. É, ő, ne is, a is maga. Wireless társai, szóval a Mikrotik wifi házatáján folyton ilyen túlaktív élet. Zajlott, és most megint egy ilyen érdekes időszakba csöppenünk, ugyanis ez a termékpaletta, ugye ezek még a viszonylag, hogy is mondjam, a értékelhető wifi eszközök családjába tartozik ez az eszköz. Igen, ezek. Ez egy Qualcommos, Csippel szerelt, AC és ARM architektúrájú rúterek. HAP AC2. Tehát ez egy nagyon-nagyon cuki kis Én nagyon szerettem ezt a rútát. És megmondom őszintén, amikor ugye um, megtörtént az a, az a kemény váltás a mikrotiken belül, hogy jött ez a Wi-Fi Wave 2 csomag, ami arról szólt, hogy az AC Wave 2-es eszközöket támogatja, akkor nagyon-nagyon szomorú voltam, hogy ez az eszköz ez nem, nem volt támogatva. Egészen azért, mert hogy a benne lévő flash -e csak 16 megabyte volt, hasonló módon a HAP AC2-höz is, ami szintén nem volt támogatva, mert hogy nem fért rá az image, mert hogy az új image benne volt a, mit tudom én, a, 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 az AX-es chipsetnek az ilyen-olyan driverei, és emiatt akkora volt a mérete, hogy nagyobb méretű flash -es eszköz kellett hozzá, meg több memória kellett hozzá. A memória szempontjából az a kis öcsődoboz ez megfelelt volna, de a flash méret, nem. Flash méret miatt nem lehetett ezt feltenni. Csak a disztribúciós csomag, amiben a Wi-Fi Wave 2 jött, ha most itt egy 7.7-es nézek, az 9 megabyte. Így van. És ugye nekünk még szükség lenne mellett a saját router-os operációs rendszer, és meg néhány apró felesleges dologra, mint például a security, csak meg tudjunk ssh nem meg hasonlók. És hát és ez nem ment. Um, és azért valljuk be, egy AC2-es wifi eszköz az, az eléggé kommoditív volt, már rengeteg más gyártónak voltak eszközé, amik, amik ugye, hát most Szégyen, nem szégyen, sokkal jobban performáltak ilyen letöltési sebességben, ugye a roaming feature nagyon hiányoztak, hogy az ember tisztességesen tudjon egyik HP-ről a másikra menni, úgyhogy hogy ne az, hogy na most akkor leszakad és utána rámegy, hanem az AP kicsit segítsen, hogy néz, néz itt, majd jön valaki, és akkor arra te szépen át tudsz roamingolni. Tehát ez mind, mind ilyen nehézség volt. Hát vagy csak akár azt a nyomorult VP a kettőt, amit beröffentettünk az egyik ap n azt mondjuk is nélkül tudjuk folytatni a másik ontat, az ehhez tartozó támogató protokollok is hiányoztak. A a de leginkább szerintem a performancia az, ami sokaknak hát az, az volt szégyenletessé tette már lassan a mikrotik eszközök használatát, hogy biztos emlékeztek, hogy az ac és jöttek ezek a pók routerek. Az ac szabvány az ugye sok, sok, 8x8-as engedi ez maximálisan és Wave2-essel megérkezett a Beamforming, meg a, a multimime lehetőségeknek a mindenféle hát ilyen... Hát a is is volt ment, igen, igen. De... Hát ebből nem sok mindent láttunk sajnos a Cukik voltak, köztükben. és a mikrotikekből ez így pff, kimaradt. Talán az első ilyen értékelhető eszköz, amit összedobtak, az az Audience, Audience. a volt. Igen. Amikor igen. néztük, hogy na, 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 valami kezdődik, és nem. De egyébként az audiens az a én személyes kedvencem, nekem mindig otthon egy audiensem van, mert egyrészt azért, mert úgy néz ki, mint egy váza, másrészt azért, mert van benne egy nagyon jó 4 x es rádió, és hála Istennek volt rajta elég flash, úgyhogy a kezdetektől fogva, amikor router es meg kijött, már volt, volt az ax támogató image, akkor -ok, azt rá tudtam tenni, és ugye nem AX-es volt, hanem AC, és szenzációs sebességeim voltak vele, de semmi mással nem. És akkor elérkeztünk ehhez a ponthoz, amikor a rengeteg sok sírás, meg rívás, ami a mikrotik fórumokon volt, hogy nem létezik, hogy, hogy egyébként a hardware támogatja a cuccot, és a koszos 16 megás flash miatt nem lehet ezt megoldani. A mikrotik hallgatotta az embereknek a kesergésére, és csinált egy olyan uh, wifi s ami már kellőképpen kicsi volt, és ráférte erre a kis dobozra is. Kivette a rendes wireless uh, image egy külön package-be, és akkor így van némi lehetőségünk arra, hogy, hogy játszunk a dolgokkal. Persze ez ugye bonyolultságot is, is vissza dolog, mert tudni kell, hogy, hogy melyik fajta router, melyik, melyik wifi image fog működni, de ezzel majd mindjárt átmegyünk, és akkor elmagyarázzuk. A váltás az valójában a 7.12 és a 7.13-as verziók között történik. Most itt Igen. elhanyagolhatjuk a patch verziókat, hogy... hogy persze, persze javítások jöttek még hozzá időközben, uh -huh. de ahhoz, hogy 7.13-ra fel tudjunk ugrani, sajnos a 7.12-t azt, hát főleg, ha a package managert használjátok, a, a beépített a package managert, akkor meg kell lépni, nem fog engedni egyszerűen egyenesen 7.13-ra frissíteni, mondjuk 77 ről hanem először 7.12.1-et kell jelenállás szerint megugrani, uh -huh. ahol is ő szerintük, vagy a dokumentáció szerint az a pillanat történik, amikor a, a, az ilyen a régi stílusú konfigból csinál egy új stílusú, egy új stílusú, stílusú. És megágy az tulajdonképpen az újfajta e, feldrabolt wireless menünek, ami a következő kép fog kinézni, hogy eddig megszoktuk, hogy a wireless kapcsolatos dolgok a wireless menüpontban voltak egyszerűen, a regisztrációs tábla, az interfész kezelésével kapcsolatos dolgok, security, rádióparaméterek, rádió paraméterek, rádió a rádió paraméterek bla, bla, bla. És a Capsman az egy önálló menüpontot képviselt a, a régi wireless viselkedés szerint, ahol pedig a Kiterjedt, kötegelt AP-kezelést tudtuk megvalósítani. Na most az új koncepció következőképp néz ki: ez szétbomlik két menübe, lesz egy Wi-Fi nevű menü 7.13-tól, és megmarad a régen megszokott wireless, de egy picit másképpen, és ezen a wireless-en belül fogjátok megtalálni a régi V2-es illetve a hozzátartozó interfészkezeléséhez szükséges almenüt, és a Wi-Fi-n belül fogjátok megtalálni az új stílusú, tehát kvázi a Wi-Fi 2-ből származó képességeket, illetve az, azzal a driver csomaggal működő interfészeket. De igazából az az új stílus sem annyira új, mert ha valaki használta régen a Capsment, akkor megszokta, hogy ezeket a dolgokat, mint konfiguráció, meg rádió, biztonság, nem? security, datapár. data path, ez mind, mind ott uh, külön ilyen objektumként volt kezelve, és akkor azt össze lehetett rakni egy konfiguráció, és hozzá lehetett rendelni egy konkrét Wi-Fi rádióhoz. Ugyanez, van most a, 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 a volt a Wi-Fi Wave 2-ben is, és ugye ez, ez, ez került bele a Wi-Fi nevű menübe is. Tehát, um, tudunk objektumokat használni, hasonló módon, mint nagyon-nagyon régóta használjuk ezt a security-nél, hogy nem kell minden egyes wifi-re odaírni a jelszavat, hanem van egy ilyen security objektum, létrehozok, odaírjuk a különböző autentikációs paramétereket, és ezt újra tudjuk hasznosítani. Itt meg ugye minden újra profilán. tudunk hasznosítani. A de emellett még, hogy még zavarosabb legyen egy kicsit a dolog, lokálisan is lehet override ezeket a dolgokat. Tehát hiába teszek én rá egy konfigurációt egy wifi rádióra, utána, ha úgy gondolom, hogy hát hogy én szeretném megváltoztatni ezt, ott, akkor ott szépen át tudom írni annak a rádiónál, hogy ez, ez, ez meg ez legyen a jelszava. És nagyon-nagyon fontos router os hogy hogyha ha valaki exportálja a konfigurációt textformátumba, akkor Emlékezz rá, hogy a szenzitív az, az be legyen kapcsolva, mert egyébként az összes ilyen jelszó az eltűnik, utána úgy gondolja, hogy ott van nála a konfiguráció, rámesse egy másik router, és akkor semmi nem lesz benne. Tehát hiányoznak az összes lényeges biztonsági paraméterek. Na mindegy, tehát eljutottunk oda, hogy legyen végre a tisztességes wifi a kisebb méretű rútereken, Ezzel némi áldozat is járt, hogy az elején emlékszel rá. Pont, pont te mondtad, hogy a, a nem volt például a, a multicast helper funkció benne, de aztán a, Ránk is hallgatott a, a mikrotik, és belerakták ezt a dolgot, ami egy nagyon-nagyon fontos része. Csináltunk egy videót, és egyébként. Nézzük a videóinkat. Uh, és, és, és ha jól tudom, vagy a... Amúgy francot adtam főtiketet. <laughs> <laughs> um, a szn... vagy a sniffer, vagy a snooper, azt hiszem a snooper funkció tűnt el, a sniffer az megmaradt, meg hát természetesen az összes mikrotik specifikus ilyen dolgok, mint uh, um, meg Endstream B2, Station, Station Bridge az vissza. Már van, igen, de nektől, régen az, nem az volt. is egy ilyen, is egy ilyen fontos apróság, hogy a transzparens bridge mint probléma az eleve a 802 ős gyökejéritől származik, tehát és mire ne számítsatok, hogy a gyártók, minden gyártó megcsinálta a saját valamilyen, hát hogy is mondjam, varázsveszőjét ahhoz, hogy ezt a problémát ilyen. Mert a negyedik megadreszt a wireless lesz keretbe, egyszerűen nem, nem lehet egyformán lehet, hozzáadni. Nem, nem, nem. Lehetetlen. Tehát az elején nehezen indult ez a, a v 2 dolog, de most már eljutottunk oda, hogy nagyon sok eszközön támogatóan, a régi eszközeink is abszolút új ö, életet kapnak. Tehát ez a kis. Uh, nem is tudom mennyi, 69 dolláros nevetséges uh, öcsi az, az 600 megabit per szekundon fölötti letöltési sebességet az a maga kis kétszer-kettes rádiójával. valamennyi helyett a Bizony. klasszikus driverrel. Tehát amit amivel többet kapunk 713 esetén, és amiért megéri ezt a herceg úr, eljátszani, az az, hogy miután megfrissítitek rajta az operációs rendszert, és akár automatikusan teszitek, akár kézzel arról kell meggyőződni, hogy a wifi q AC nevezetű csomag felkerüljön, ugyanis az fogja tartalmazni azt a hát, hogy is mondjam, modern Qualcomm driver csomagot, vagy Qualcomm driver ami az új stílusú wifi menübe fogja majd átköltöztetni ennek a kis dobozkának a wifi interfészeit ott konfigurátorá válik, egy robosztusabb driver, jobb képességekkel, csapékonyabb működéssel, és akkor kapjátok majd meg ezt a körülbelül 600 megabites forwarding képességet, amit még miért ér is? Értem, nem is? Abszolút Lesz, nagyon, nagyon jól működik, és mellé még megkapjuk azokat a 802.11 k meg R támogatásokat, és ami mondjuk szükség van arra, hogy ha szeretnénk rómégolni szépen egyikről, legyen benne Pervise Master Key, Caching, meg egy csomó olyan dolog, ami, a, a kényelmes. Ó, oh, és igen, természetesen azt el is felejtettem mondani, hogy a VPA 2 mellé kaptunk VPA 3-at és az Opportunistic Wireless encryption ami ugye az Open Wi-Fi-nek egy titkosított változata, tehát a kliensünk meg tudja beszélni az AP-vel, hogy éppen ő hogyan fog, milyen módon fog majd titkosítani ezt a csatornát, annélkül, hogy egy jelszóra szüksége lenne. Szóval egyfajta Phoenix madárként ébrednek föl ezek a régi kis eszközök újra, az új wireless csomaggal, megéri a tranzíció kérdés, és lehetnénk akkor most ilyen, előveszik az üveggömböt is frank jósolni, hogy mi lesz azokkal az AC-s eszközökkel, vagy azokkal az NS eszközökkel, amikre nem tudjuk beszélni ezt a ezt az új driver csomagot? Hát, ha capsman-ként használjuk az eszközünket, ugye megvan a lehetőség, hogy hogy a, a capsman v1, meg a capsman v2 egymás mellett fusson. Most már tehát, azon a hardveren, ugye ez korábban... Ez csak két dobozzal lehetett megcsinálni. probléma volt, igen. Uh, tehát ez mindenképpen előny. Uh, hát ami, ami nekem személy szerint fáj, hogy van egy-két réhány, uh, egy -két ré ré régebbi um, ac eszköz, ami sajnos MIPS processzorral rendelkezik, tehát ez a, hát ugye nem mondtuk, hogy a legfontosabbat talán, vagy nem is említjük, vagy talán mondtad. Tehát, hogy ez az, az új wi driver, ez csak ARM és ARM64 platformon létezik, sajnos a, MIPS Big Endian platformra nem lehet rátenni, ezért, ha mondjuk van egy egyébként teljesen jól kinéző wapac 2 az első revízióból, az sajnos nem fogjuk tudni ezt élvezni, ott továbbra is maradunk az, a v 1 sebességekkel, meg a v 1 feature-ökkel, de még az is azért élhető dolog és külön kell. Tehát nem véletlen, hogyha most visszatekernénk az időkerekét, és visszanéznénk a 2023. január körüli videóinkat, amiket még Gergelyel csináltunk közösen, akkor ott ugyanúgy belenéztünk ebbe az üveggömbbe, és mondtuk azt, hogy igen, a mikrotik gőzerővel tranzicionál az ARM platform felé, és ennek nyilván oka van. Egyrészt azért, mert az ARM platform egy annyira népszerű fejlesztési, vagy euh, környezet lett az utóbbi időben, hogy um, jó minőségű kódok vannak most már odakint, tehát könnyű rá jó cross-compilert, jó drivereket, jó minőségű alapkódokat találni. Hát több, több magunk van, több memóriát tudunk kezelni. Um. Plusz ha megnézzük a nagy networking szilikon gyártókat, akkor az van, hogy ja, ezen a platformon ugrálnak ők is. És a Marvel, a Qualcomm, a, a Broadcom. Broadcom. Broadcom mindezekre az eszközökre, körüljön, az architektúra köré gyártanak, szóval igazából nem maradt nagyon más út. Tehát a, 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 satú, az például ez egy, én, nem, én emlékszem, itt világosan emlékszem arra részre, amikor én személy szerint fikáztam itt, hogy igen, 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 lehet satú 5G, meg, de szégyen szemre 16 meg a flash van benne, úgyhogy nem fog rajta futni az új wifi driver, és hát ez már mennyire gáz, és most fog futni rajta. Szóval az a helyzet, hogy most már nem kell az utcán lesütött szemmel járni, hogyha hapácékettünk van, vagy kapácékettünk van, vagy a régi első generációs satunk. Vagy nem kell anyutól új pénzt kérni a húrút. AX négyzetre vagy köbre. Mert, mert egyszerűen egy csomagnak a felinstalálásával és némi minimális konfigurációval egy teljesen új életet tudunk lehelni a régi eszközeinkbe, amik utána tovább éveken keresztül fognak tudni bennünket szolgálni. Jó, azért egy picit bohócnak kell lenni monociklin a az almákat dobálva, hogy azért az ember ezekre föl tudja bütykölni a megfelelő csomagokat, mert mint, mint nem említettük, ugye a frissítést követően, tehát amikor 7.12-ről az ember 7.13-ra frissított a system packages, check for update, blablabla bla, bla, gombok nyomkodásával, megfrissül 13 ra majd azt tapasztalja, hogy hát itt nem változott semmi, ugyanúgy a wireless menüpont alatt vannak az interfészeim, ugyanúgy béna, ugyanúgy 200 megabit, bla, bla, bla. Akkor kell oda menni, aninstalálni a wireless drivert, és utána az all packages-ből ráhúzni a letölteni a mikrotik oldaláról az extra packages zip szépen kiboncolni és megkeresni a wifi Google AC. kötőjel AC-t. Egyébként az lesz az egyetlen, ami ráfér, tehát nagyon nem lehet nem. mellé nyúlni. E, Mert hogy a fektek az egy 3 megabajtos csomag, míg a Wi-Fi q -com, ami ugye a, a, Qualcomm AX, illetve a Wave 2 drivereket hozza, az pedig 8 megabajt. Tehát itt, itt a magyarázat arra, hogy gyakorlatilag ezt a Wave 2-es csomagot széthasították két felé, és akkor lett egy ilyen AC-ra koncentráló, AC-ra kihegyezett, vagy arra csökkentett méretük is csomagocska, illetve lett egy nagyobb a komolyabb cimbarák miatt. Um, mert hogy maga a New Style, tehát a Wi-Fi interfész menü és az azzal kapcsolatos túlok, azok állítólag magában az OS-ben benne vannak. Tehát valójában ez a csomag igazából csak egy driver csomag. Szóval megéri a szenvedés, és megéri tényleg boltnak lenni a monociklin, kicsit egyensúlyozni, egyszer-kétszer pofára esni, mert meg lehet menteni ezeket a régi és eszközöket. Szóval kicsit bosszúság is, de van eredménye. És azt gondoljuk, hogy tetszik. Megéri. És ha nektek is tetszett, akkor iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, stb. stb. tudjátok a dolgotokat. És találkozunk legközelebb egy következő résszel. Ciao. Sziasztok!